Sziasztok! Elérkeztünk az év leghosszabb éjszakája, legrövidebb nappal a napjához, ugye ez a téli napforduló, és ilyenkor mindig meg szoktuk nézni azt, hogy vajon mit hoz. Ugye ezek a jeles ünnepek, a napfordulók és a napi egyenlőségek, azok ilyen kvartál horoszkópokat adnak nekünk, és ez a következő 3 hónapra mindenképpen érvényes lesz, tehát így fogjuk fejteni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy milyen energiamintázatok állnak a rendelkezésünkre egészen a tavaszi napi egyenlőségig. Megpróbáltam ezt az új módszert, hogy most nem képeket mutogatok nektek, mert azokat állandóan elcsúsztatom, meg nem találom meg ilyenek, meg rosszat tetitek ki, meg dadogok, meg makogok. Ez sem jobb sokkal, mert ugye azt találtam ki, hogy akkor egy Word file-ban csinálom meg. A PDF az állandóan elmászkál, tehát azt tudom, hogy nem, tehát azt tanításkor is utálom. A Word file, meg az a baj vele, hogy állandóan mutogatok, és persze átcsúsztatom, de mindegy, megpróbáljuk, jó? Meglátjuk, hogy ez milyen. Ez a Budapestre felállított téli napforduló, hogy ez a bakba lépés pillanata, a nap belép a bakba, az december 21-én 16 óra 59 perckor lesz, már naplemente után, és akkor nézzünk rá egyszerűen, hogy ugye mit láthatunk. Azt látjuk, hogy a rák emelkedik, tehát a hold, az egyes házas hold lesz a születés ura. Önmagában a rák aszcendens, ugye egy kardinális aszcendens, a karmasztrógiában egyébként a rák aszcendens azt is megmutatja, hogy különleges lehet az illetőnek a születése, vagy azért vállalja a rákot, mert ezt az érzelmes, gondoskodó, anyáskodó, apáskodó energiamintát akarja mutatni, vagy pedig van egy másfajta értelmezése is, ugye a visszaszületni anyaméktől, vagy méhből a fizikai síkra, ennek a szimbóluma a rák, tehát jelzheti azt is, hogy például valaki viszonylag hosszú időt töltött nem földi inkarnációban, és most újra kell születnie, újra be kell törnie, hogy úgy mondjam, a fizikai test állapotába. Ezt is szimbolizálhatja, de természetesen ez egy téridő pillanat, tehát itt szépen egyszerűen azt mondjuk, hogy rákasztendens van, és a születés ura a hold. Tehát egyszer ez az elsődleges állapotunk, amikor a születés ura az egyes házban van, akkor mindenféleképpen sikereket, szerencsét, jól működő dolgokat tudunk létrehozni, hiszen a megélhető siker az mindig a születés ura a karmasztrógiában a képletben. Tehát azt mutatja meg, hogy hol tudunk sikeresen működni, és ez az életút, ez maga az életút. Tehát a következő 3 hónapban semmi sem lehetetlen. Ez legyen a jelszó. Aztán persze biztos, hogy lesz lehetetlen dolog is, de kit érdekel, de bennünket nem. Na most nézzük meg csak az különböző 1-es, 2-es, 3-as együttállásokat. Nagyon sok 3-as együttállás van. Ugye rögtön az MC-n a Neptunusz emelkedik a saját jegyében, ahol a legerősebb, tehát az álmaink, vágyaink kivetíthetők a jövőre, és a Pallas Athéna is ott van nagyon közel, ugye még 5 fokon belül, tehát elfogadjuk, ami pedig azt jelenti, hogy bölcsen tervezhetjük meg a jövőt. Felszálló holdcsomón még mindig ott van nagyon pontosan, sőt, hát tulajdonképpen egyre pontosabban, egyre inkább záródik ez a konjunkció. Ez egy jegyen kívüli konjunkció, kedves tanítványaim, akik hallgatjátok ezt, ugye nézzétek meg, hogy a Szedna és a Szerez az még a bikában hátrál, és a holdcsomó is hátrál természetesen, de még az ikrekben. És aztán majd szépen hozzá fog pontosodni ezekhez. Először is azért, mert a Szerez előbb-utóbb abba hagyja a hátrálását, és majd visszafordul, és akkor egyszer csak lesz egy Szerez felszálló holdcsomó teljesen tűpontos konjunkció. Ugye mit jelent a Szerez gondoskodó elv? Gondoskodás, anyáskodás, tehát duplán is ott van ez a gondoskodó, anyáskodó állapot ebben a képletben, nem most fogom elcseszni, bocsánat, hiszen a születés ura a rák, a rákhold, tehát még ráadásul nagyon erős is, és a felszálló olcsomód ott van a Szerez, tehát a sorsfeladatunk összefügg ez a gondoskodó elvvel, az otthonunkra, a családunkra, a hazánkra, hazánkkal kapcsolatos gondoskodás. A Szerna pedig azt mondja, hogy szedd szét az életed nem működő részeit, és rakd össze valamilyen teljesen más formában. Emlékeztek talán a 19-ei telihold képletre, ahol is ugye a Vénusz éppen stacionáris volt, tehát álló helyzetű volt. Itt ment már, látjátok, retrográd, ezt az asztokarmát használom én, és ott a magentával jelölt égitestek azok retrográdok.
Tehát itt a Vénusz láthatóan már retrográd, nagyon szorosan együtt áll a Plutóval, tehát változatlanul a Vénusz-Plutó ugye az érzelmi fekete lyuk, és változatlanul ott van nagyon szorosan az Astrea is, ami a karmatörés sorsváltoztatást teszi lehetővé ebben a témában. És akkor még szintén van egy hármas konjunkciónk, a Descendensen ott van a Merkur-Juno. Ugye a Bak-Merkur a szerkezetépítő, komoly gondolatokat szimbolizálja, a Juno önmagában is a párkapcsolat kisbolygója, és mind a kettő a Descendensen azt fejezi ki, hogy beszélj a pároddal, figyelj rá oda, vállald őt föl, tartósan, komolyan, hosszú távon is, tehát most az elkötelezett komoly kapcsolatoknak van itt az ideje. Ami még érdekes a képletben, nem karikáztam be, de azért abszolút érdekes, hogy ott van a Vertex leszálló holcsomó tűpontos konjunkció. Ebben a programban szándékosan nem raktuk bele az antivertexet, de hát tudjuk, hogy az antivertex meg a leszállóban akkor tűpontosan, és ez bizony azt fejezi ki, hogy az irányíthatatlan folyamatok, ugye ez a vertex, az örvénypontja, azok összefüggenek az ösztönös cselekedeteinkkel, viszont amit irányítani tudunk, az meg pont a sorsunk. Még egyszer, ez 3 hónapig lesz érvényben ez a képlet. Pillancsunk rá a transzcendens égitestekre. Ez most ugyanaz a képlet, csak egy, ugye ki van dekorálva, a színkóda következő, pirossal vannak az állócsillagok, lilával az aszteroidák, és hogyha lett volna Kentaur, akkor azok meg kékkel lettek volna, ezek most éppen nem szerepelnek, tehát csak aszteroidák és állócsillagok. Az aszcendensen a Kanopusz és a Sirius emelkedik, a Sirius a legfényesebb csillag az égbolton, tűz és vízmágia kapcsolódik hozzá, ugye az egyiptomiaknál a Sirius nap előtti úgynevezett heliakális fölkelése jelezte a Nílus áradását, és mivel a legfényesebb csillag, a perzselőnek nevezték egyébként az egyiptomiak, ezért gyakorlatilag a bármi sikerülhet, a minden sikerülhet, az azt csinálok, amihez csak kedvem van, életérzés kapcsolódik hozzá. A Kanopusz pedig az Algo Navisnak az egyik, talán az alfája, nem vagyok benne biztos, ez egy déli csillagkép, és navigációs képességeket szimbolizál, tehát az elnavigálok bárhova, bármilyen úton, módon, bármilyen módon, tehát ez egy tök jó állás. Ezzel szemben viszont, ezt megjegyezhetitek, hogyha a Sirius, hogyha egy opozíciós pont egyik felén a Sirius van, akkor biztos, hogy a másik felén a Vega van, tehát a Descendensen látod a Vegát, az pedig a Lantnak az alfája, és a Vega egyrészt Orpheus hárfájához kapcsolódik, tehát a művészi képességek és a művészet általi gyógyulás, a művészeteknek a magasabb dimenzióba repítésének a képessége. Másrészt azért azt is mondjuk el, hogy ugye a Lant az régebben, pár száz évvel ezelőtt még az a harmadik madár volt, ami szintén az északi sark felé röpül a hattyúval és a szassal együtt. És a Vega egyébként pont 12.500 évvel ezelőtt, tehát akkor, amikor a kataklizma történt, akkor közvetlenül a kataklizma után, ugye ezt ki lehet számolni, az elfelült föld tengelye pontosan a Vegára mutatott, tehát sarkcsillag volt, magyarul pont a kataklizmakor. Mi van itt még? Ugye a Descendensen egyébként más nincsen, tehát a Merlin, azt majd látjátok, az még mindig a Vénusz-Plutó-Astrea együttálláson van, igazából a Vega pedig kimondottan a Descendensen, tehát itt ezt hülyén csináltam, bocsánat, tehát ez itt nincsen, jó. Milyen jó, hogy ezt tudjuk változtatni, remek. Tehát a Descendensen a Vega van, hülyeséget csináltam, várjatok. Na jó, mindegy. Tehát itt nincsen. Tehát itt minden kell kiszednem. Bocsánat, majd ide teszem. Jó. Nem biztos, hogy ez jobb. Az az igazság. Ctrl-C. Bocsánat. Csak most már akkor rendesen, hogy ne maradjon bent hülyeség. Nem tudom, mi a jobb. Megcsinálom, azt tanul, és utána itt javítom az orrotok előtt. Mindegy, itt tanítok. Ez van. Na nézzük. Jó? Tehát nézzük a többi dolgot. Ugye a Hold még mindig ott van, tehát a Holdon ott van a Prokion, a kiskutyának az alfája. Ugye a nagykutyának a kísérő csillaga, tehát a Sirius-nak a kísérő csillaga, a Prokion, sokkal kevesebb ragyogást és fényerőt biztosít, és kevesebb lehetőségeket. Tehát míg a Sirius a számtalan és korlátlan lehetőségeknek a csillaga, a Prokion a szűkebb lehetőségek. Ez elégedj meg azzal, amit van, és ne akarjál tovább nyújtózkodni, mint ahogy a takaród ér. Az MC-n két aszteroidát találunk,
az akadémiát és a pszichét. Ugye az akadémia az akadémikus tudás, egyébként ez is itt kell, hogy legyen valahol, csak már nem fért ki, majd így csinálom. A psziché pedig a léleklátás képessége. És az IC-t, a karmikus gyökerek, de az otthon, a család is. Aztán a leszálló holcsomón találjuk a Hipátiát és a Ptáhot. Ugye a Hipátia az utolsó alexandriai könyvtáros, egy matematikus nő volt, akit megöltek, amikor a könyvtárat felgyújtottak, és ez az erős nőnek az archetípusa. Ptáh pedig az egyiptomi teremtés Isten, aki fazekas korongján teremti meg az emberiséget, tehát ez a kéz általi, gyakorlat általi teremtésnek a szimbóluma. Ez van a leszállón, ezeket lehet elővenni. Megint csúsztattam ezt a szart, jól van, ügyes vagyok. Látok, ez az, ami sokkal egyszerűbb nekem, de azt akartam, hogy lássátok, tehát inkább majd mutogatok, na mindegy. Jó, a leszállón találjuk, tehát ezt találjuk a leszállón, bocsánat, igen, akkor megyünk tovább, a Marson az Asztartét találjuk, ugye ez Istár, istennőnek az egyik változata, tehát a pusztítva teremtő istennő. A napon egy álló csillag van, a Sinistra, ez gyakorlatilag a Ophiuchusnak, tehát a kígyótartónak a bal keze, ahol a kígyó farkat tartja. Ez mindenfajta, ugye az egész kígyótartó csillagkép a gyógyulásról, a gyógyításról szól, az elveszett gyógymódoknak a szimbóluma, mindig ezt mondom, hiszen a kígyónak a teste, az rejtve van a kígyótartó teste mögött, nem látszik, tehát mindig csak a fejét és a farkát fogja, és a farok sokkal inkább az ilyen abszolút bal kézről származó, nem igaz, ugye Sinistra maga azt jelenti, hogy bal oldal, vagy bal kéz, és az, általában azokat a gyógymódokat szimbolizálja, amik nem a hagyományos, és egyáltalán nem az allopátiás gyógymódok. A Holdon, azt megbeszéltük el Prokionban, igen, nézzük a Merkurt. A Merkuron van egyszer a Juno, tehát egy Merkur-Juno konjunkció van, egy nagyon szoros, ezt már megbeszéltük az előbb a Descendensen, de azt viszont nem, hogy a Nunki nevezetű álló csillag van rajta, és a Nemezisz. A Nemezisz egy fura aszteroida, ugye ez a hübrisz megbüntetője, tehát figyelj már oda a dolgaidra is, ne akarj, mert ne legyen akkora pofád, mint amekkorára szeretnéd kinyitni, hanem próbálj egy kicsit a másokra is oda gondolni, oda figyelni a következő 3 hónapban. A Nunki pedig az a pont, ahol a nyilas, ugye az égi nyilas, csillagkép nyilasa, megtámasztja a nyilát. Tehát az a támasztékpont, az a csillag, ahol a kipattanó gondolatok és a megtervezendő dolgok támasztékot kapnak. Ez az a világ. A Vénusz, Plutó, Asztrián még mindig ott van a Merlin, a varázsló, ugye a mágus, a Mars Asztriát, azt nem, hogy azt tartét mondtam. Aztán a Szaturnuszon ott van Hatshepszut, az első és egyetlen dokumentált fáraónő, és Szibele, úgy ismételten egy erős istennő, tehát a pusztítva teremtő istennőnek egy újabb változata. A Neptunuszt mondtam, hogy ott van az MC-n, ugye az előző képen, de azt nem mondtam, hogy közben ott van rajta még a Moira és a Zero. A Moira a 3 párka, mind a 3, tehát a teremtés istennői, az ősteremtésnek az istennői, az Zero meg a semmi, és ez a semmiből teremtés, és mindez ott van az MC-n, ami azt fejezi ki, és hát persze a Neptunuszon, ami azt fejezi ki, hogy tudsz teremteni a semmiből, tehát meg tudod teremteni mindezt, valóban a semmi általi teremtés, a sorsoddal kapcsolatos dolgokat tudod megteremteni. Magán az MC-n a Szófia és a Memória van, emlékezz mindazokra a bölcseletekre, bölcsességekre, ami a rendelkezésedre áll. Szófia egy érdekes archetípus, mert talán az egyetlen, érdemes megnézni a gnosztikusoknál mit jelentett, Jézusnak és a teremtésnek az emanáció, a feminin emanációját szimbolizálta, tehát nagyon érdekes ott a fogalma, és a hát ugye a görögöknél pedig a bölcsesség istennő, az ős bölcsességnek az istennője, mert Pallas Athéné már az új korszaknak az istennője, tehát ez egy kicsit más. Tehát ez pontosan ugyanaz az érdekesség, hogy volt a világteremtő istennő, és a korszakteremtő istenek és istennők, és ugyanígy volt Szófia, az ős bölcsesség, és ugye Pallas Athéné vagy Minerval pedig az új korszakoknak a bölcselet istennői, tehát nyilvánvalóan kevesebbet érnek, mint Szófia. Itt viszont az MC-n van Szófia, tehát és a memória is, tehát emlékezz a valódi bölcsességre, ne a talmi, buta, ostoba vacakokra, hanem a valódi ős bölcsességre kell emlékeznünk ahhoz, hogy a következő 3 hónapban az vezérelje bennünket, hiszen az MC a jövőpontja.
Kejront a harmónián találod, tehát a karmikus sarok a harmóniánk elvesztésével kapcsolatosak, ezt vissza tudjuk igazolni, remélhetőleg ezt tudjuk visszaállítani, ugye? A Kejron ugyanis nem csak a sebeket jelenti, hanem az abból való gyógyulás lehetőségét is mindig megnyitja a számunkra. Tehát most pont ezt lehet megtenni. Mi van itt még? És akkor a felszállón ott van ugye a mérfak, és a szerez szedna együtt konjunkció, ugye a mérfak az a Perseusnak az alfája, és ahogy mondtam egy korábbi videóban, ez a maszkulin életeknek az erőszakos, erőszakkal és vérrel és háborúkkal és mindenfajta férfias erő negatív használatával kapcsolatos dolgoknak a gyógyuló helye, gyógyuló világa. Az Atlasz pedig változatlanul a plejádoknak, a fias lyuknak az egyik csillaga, ez van most éppen teljesen tűpontosan a felszállón, de tulajdonképpen hamarosan az egész plejádok csillagkép rákerül a felszállóra, már tulajdonképpen ott van, és ez az istennő lakhelye, tehát ez egy nagyon izgalmas állás ilyen szempontjából. Jó, azt hiszem, hogy elmondtam gyakorlatilag mindent, és akkor nézzünk konfigurációkat is. Ugye megint csak, még egyszer mondom, ez 3 hónapig érvényes lesz. Ami nagyon különleges az az, hogy van itt egy naphold kvinkunx, de tulajdonképpen jegyen kívüli. Tehát elég pontos egyébként, tehát gyakorlatilag tűpontos, de ugye a nap bak 0 fokon van, a hold pedig a rák utolsó szakaszában, és van egy nap Jupiter sextil is, a Jupiter majdnem anaretikus, tehát még a legvégén van, de éppen elfogadható, tehát kirajzolódik egy olyan sorsúja fényszög, aminek az apexe a hold, a nap Jupiter pedig ugye a személyes szerencse megélése, vagy megélésének a lehetősége, de ez egy picit jegyen kívüli, mert ha megnézitek, a Jupiter még a vízöntő végén van, a nap pedig már a bak elején, igaz, hogy bak 0 fok 0-0, tehát ez pont az az állapot, amikor a, ugye mivel a nap az gyakorlatilag 32 évperc szélességű, tehát itt van a jegyhatár, és akkor a fele átlóg a nyilasba, a másik fele meg a bakba, tehát ez egy érdekes, pontos ugyan, de jegyen kívüli, úgynevezett diszociális szextil, mindegy, akkor is van rá lehetőségünk, hogy használjuk, és a nagyon pontos hold Vénusz pozíció, amiben ugye az a különlegesség, hogy a Vénusz ráadásul retrográd, na most a Vénusz definíció szerint nagyon-nagyon ritkán retrográd, hiszen majd csak nem körülalkú, tökéletes körülalkú pályán kering, és mégis itt retrográd, és ez nagyon érdekes, mert olyan számomra, hogy ugye szemben áll a kétféle női archetípus, amit egyébként mesterségesen ketté vágtak a kataklizma után, az új patriarchális vallásokban, ugye ezt mindig minden fórumon elmondom, tehát hogy a kerek egész istennőből kivették a reproduktív funkciókat, megkapta a hold, anya, anyaság, és kivették az örömszerző funkciót, és berakták a Vénuszba, Hetéra, Kurtizán, Gésa, stb. És ezt hermetikusan elválasztották ezt a kettőt, nehogy véletlenül megint istennő legyen a nőből. Ez az opozíció pedig azt mutatja, ezt a szembeállást mutatja meg, és azt a tényt, hogy itt a hold egyrészt meg is világítja ezt a sérült, mert retrográd Vénusz, másrészt itt a hold nyer, tehát egyértelműen a hold nyer, hiszen az egyes házban van a saját jegyében, az uralkodója ennek a képletnek, szegény Vénuszka meg a magban, retrográd állapotban, hát ilyen nem az a kitüntető hely. És az a hold még egy dolognak a gyűjtő pontja, ugye egy kvindecsille nyílnak is a gyűjtő pontja, gyakorlatilag a Saturnus hold kvindecsille, eleve a kvindecsille, ugye a 165 fok, ezek a kényszeresség, rögeszme és ambíció fényszögei. Ugye önmagában a hold Saturnus az általában, azt szoktuk rá mondani, hogy az erős lelket, a álhatatos, kitartó lelket szimbolizálja, de nagyon gyakran a depresszió jele, tehát ez átmehet egy sötét depresszióba, a legsötétebb hónappal indulunk, és a leghidegebb hónapok vannak előttünk, de átmehet egy álhatatosságba is, egy kitartó álhatatos lélek állapotba is, és hát a naphold pedig ugye mindig arról szól, hogy az ösztön és a tudat hogyan viselkedik egymással. Csak érdekességképpen, ugye most rakom össze a 22-es évnek a képletét, és ott majd a tavaszi napi egyenlőségnél szintén naphold, és ugyanilyen jegyen kívüli kvinkunkszunk van, tehát itt valami érdekes. Ez az ütközés, hogy igazából a nép és az uralkodó osztály nem tud zöldágra vergődni, ez a csukafogta róka állapot, ez gyakorlatilag végigvonul, azt hiszem, az egész évben majd.
És akkor van még ugye egy szép kis változó keresztkvadrátunk itt a budapesti képletben, nézzük ezt is meg, ugye benne van az MC-IC tengely, az MC-n ott van a Neptunusz és a Pallas Athéna, ezt már elmondtam, a változó keresztkvadrát másik két sarka pedig a Vesta, a fókuszáló képesség, és vele szemben a fekete hold, ugye a fekete hold pedig a Lilith mítosznak a harmadik mozzanata, ugye ahol először is a tisztánlátás képessége, és az álhatatosság, a bátorság, a tisztesség, a tisztességes helytállás, következetesség szimbóluma jelenik meg. A Vesta Lilith opozíció jelezheti, önmagában jelezhetné azt, hogy itt ütközik a főpapnőnek az irányított és minden mást kizáró decsőlátása, míg ugye a fekete hold Lilith pedig pontosan azt szimbolizálja, hogy minden el kell készülni, tisztán kell látni, mindent kell látni, és mindent fel kell vállalni. Ez tehát a következő 3 hónapra az üzenetünk, ugye, és akkor van még szerencsére egy oldott opozíció is, hiszen ez a Pallas Athéna pont oldja az aszcendens-eszcendens tengelyt, tehát magát a keresztkvadrátot annyira nem, mert kicsit kívül esik az Orbison, de szimbolikusan igen. Mit szimbolizál ez? Pallas Athéna, bölcsesség. Hogyan tudjuk az ellenségeinket legyőzni és magunkat megerősíteni? Bölcs odafigyeléssel, bölcs döntésekkel. Ez tehát a következő 3 hónap csillagüzenete a számunkra. Mindenkinek nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánok. Arra kérlek benneteket, hogy ne toljátok túl se az ajándékozást, se a hisztit, se a takarítást, se a főzést. Legyetek a gyerekeitekkel, legyetek a szeretteitekkel, sétáljatok, üljetek ki a napra, én most azon röhögök, hogy itt süt a nap délután, ugye jóval korábban vettem föl ezt az egészet, és ekkora dög legyek, döngítsélnek itt az ablak előtt, nem is értem, komolyan, kétszer szellőztettem, mind a kétszer bejött egy, és úgy kellett lecsapnom, ahogy az egyik barátnőm hívja őket, repülő piszok, mindegy, ez sem tudja elvenni a jókedvemet, és nektek se vegye el semmi a jókedvetek. Nagyon boldog karácsonyt kívánok nektek szeretettel. Sziasztok!